Jó estét kívánok, boldog új évet kívánok minden kedves nézőnknek! Önök most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják 2013-ban is. Kérem, tekintsék meg rövid műsorajánlatunkat! Kedves nézőink, most heti magazin műsorunk, az aktuális kérdések következik. Mai vendégünk Varga Mihály, IMF tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter, akivel többek között arról beszélgettünk, hogy hogyan áll most jelenleg a valuta alappal folytatott tárgyalás, illetve értékeltük a 2012-es esztendőt. Tartsanak velünk! Köszöntöm Önöket! Évértékelő riportsorozatunk mai vendége Varga Mihály, IMF tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Tiszteletben köszöntöm én is Önt és a nézőket is. Köszönjük szépen! Adott a kérdés, hol tartanak most a tárgyalások? A tárgyalások nyugszanak. A karácsony ott is karácsony, és abban maradtunk a legutóbbi megbeszélésen, hogy ha a magyar parlament elfogadja a 2013-as költségvetést, akkor ezt hivatalosan megküldjük a valuta alap delegációjának, ők ezt értékelik, és január 14-én pedig érkeznek Magyarországra, akkor majd folytatjuk a megbeszéléseket. Hivatalos tárgyalások most nem zajlanak, egyeztetések vannak, tehát azokat az álláspontokat egyeztetjük, amelyek a gazdaságpolitikai helyzet változásától függően kialakulnak. Én abban bízok, hogy ha január közepén lesz egy delegáció, már pedig mindenképpen lesz, ami az Európai Bizottságtól és a Valutalaptól jön, akkor majd tudjuk folytatni az érdemi megbeszéléseket is. Hogyan látja, mi várható majd ezen a januári tárgyaláson? Abban reménykedek, hogy változnak az álláspontok, és egy picit rugalmasabb lesz a valutalap is. Az elmúlt hónapokban azért állt le a tárgyalás, mert lényegében ugyanazokat ismételték meg, amit júliusban már a hivatalos tárgyalások első szakaszában elmondtak. Ők úgy látják, hogy a magyar gazdaság fiskális, tehát pénzügypolitikája jó állapotban van, ugye csökken a hiányunk, kisebb mértékű az adósságunk, az a cél, amit a magyar kormány kitűzött, hogy az adósság csapdából kitörjön az ország, és hogy a foglalkoztatást bővíteni tudjuk, az jó cél, és az első célt el is tudtuk érni, de ahhoz, hogy a munkahelyek száma bővüljön az országba, szerintük magasabb növekedésre van szükség, márpedig így a valuta alap ehhez csökkenteni kellene a pénzintézeti szektorra kivetett adókat, tehát a bankadót, a tranzakciós adót, és ha ezeket csökkentjük, akkor lehetne szerintük egy erőteljesebb növekedés az országban. Ugye odáig már nem szoktunk eljutni, vagy csak ritkán, hogy arról is beszéljünk, hogy ha csökkentenénk ezeket az adókat, akkor ezt mivel kellene pótolni, hiszen a másik tárgyaló partnerünk, az Európai Bizottság pedig ragaszkodik ahhoz, hogy 3% alatt legyen az államnak a hiánya. Tehát ebből a szempontból nem is annyira velünk van vitája most a valuta alapnak, hanem az Európai Bizottsággal, mert ha a bizottság engedné, hogy 3% fölötti hiányunk legyen átmenetileg, akkor arra volna lehetőség, hogy egy más szerkezetű gazdaságpolitikát alakítsunk ki. Mi azt mondjuk, hogy az ország az elmúlt egy évben stabilabbá vált, emlékezzünk vissza, hogy idén januárban azért egy elég erőteljes spekulációs támadás indult az ország ellen, de aztán az eltelt időszakban, főleg a nyártól kezdődően csökkentek a kamatok, csökkent az infláció mértéke, az állampapírjainkat, amivel az adósságot finanszírozunk, azt megveszik. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy egy stabilabb helyzet alakult ki. Nagyon bízom benne, hogy majd januárban ezt a valuta alap is elismeri. Mi a magyar kormány célja a tárgyalások tekintetében? Változatlan. Az, ami miatt mi 2011. novemberében a valuta alaphoz fordultunk. Egy biztonsági hálót szeretnénk, egy olyan biztonsági hálót, hogyha valami nagy baj vagy turbulencia történne a európai vagy a világgazdaságban,
Magyarország akkor is tudja magát finanszírozni. Tehát, ahogy szoktuk fogalmazni, mi egy kaszkó biztosítást akarunk, kimentünk a forgalomba, jól vezetünk, de hát sok őrült is közlekedik, már ahogy tapasztaljuk a mindennapokban, és ezért szeretnénk egy olyan biztosítást, amit, hogyha baj van, igénybe tudunk venni. Nagyjából hasonlót, mint Lengyelország. Lengyelország is egy olyan megállapodást kötött, ahol nem pénzt kért a valuta alaptól, hanem azt kérte, hogy ha baj van, és szükség van rá, akkor a valuta alaphoz tudjon fordulni. Na pontosan ilyet szeretnénk mi is. Remélem, hogy januárban majd erről is tudunk egyeztetni. Ön szerint lesz-e megállapodás? Ha igen, akkor most milyen időpontot mondana nekünk? Ugye még most előtte vagyunk a januári tárgyalásoknak, attól majd sok függ. Hát én már nehezen merek jósolni, mert már sok időpont hangzott el, és ez nem csak rajtunk múlik. Tehát az ország úgy néz ki, hogy a saját maga lábán is megáll, de még egyszer mondom, nem tudjuk ma a mai idézőjelben kicsit bolond világba kiszámítani, hogy mi lesz majd tavasszal, mi lesz ősszel, mi fog történni egy év múlva. Ezért továbbra is az a szándékunk, hogy törekedjünk egy ilyen megállapodásra. Nem minden áron azt is hozzá kell tennem. Tehát olyan feltételeket nem vagyunk hajlandók elfogadni, amelyek a 2008-as, még az előző szocialista kormány által kötött megállapodáshoz hasonlóak. Ugye emlékezzünk rá, egy havi nyugdíjt vettek el akkor, egy havi közférában dolgozók bére szűnt meg, ingatlanot akartak bevezetni, a családi támogatásokat csökkentették, tehát ilyet nem szeretnénk. De ha lehet enélkül, ezenélkül a feltételek nélkül is egy jó megállapodást kötni, arra mi nyitottak vagyunk. Az IMF, a valuta alap hogyan fogadta az IMF tájékoztatási kampányt? Meglepetéssel fogadták, szokatlannak tartják, ilyet nem nagyon tapasztaltak még. Én elmondtam nekik is, a valuta alapnak a közgyűlésén találkoztam a valuta alapnak a két vezetőbeosztású munkatársával, ott elmondtam, hogy ez nem ellenük szól, ez a megállapodásért szól. Mi szeretnénk elmondani a magyar lakosságnak, hogy mely pontokban fix a magyar kormány álláspontja, mely kérdésekben nem vagyunk hajlandók engedni, és ha ezt el tudják fogadni, akkor szerintünk ezzel a média kampánnyal az ő szempontjukból nem is kell foglalkozni. Nyilván, hogy mondjam, emberből van egy ilyen intézmény is, tehát ott is emberek döntenek, egy picit érzékenyebben reagáltak erre, de szerintem egy professzionális intézmény, ami gazdasági, szakmai szempontok alapján dönt, túl kell, hogy tegye magát egy ilyen helyzeten. Tavasszal várhatóan változás lesz a Magyar Nemzeti Bank vezetésében. Ez hatással lehet-e majd a tárgyalásokra? Igen, az egyik nagy kérdése most már a befektetői, meg pénzügyi, elemzői világnak, hogy mi lesz a jegybank élén, milyen váltás történik, és hogy ebből mi következik. Én azt gondolom, hogy a valuta alap nem hiszem, hogy ebből bármilyen kabinetkérdést csináljon, hiszen ez egy szuverén, belső, a magyar államot, a magyar nemzetet megillető kérdés, aminek az eldöntésére mi vagyunk jogosultak, nem a valuta alap, vagy nem az Európai Unió. Tehát ezt nekünk kell elrendezni. Én abban sem látok félelmet, vagy félemre okot, hogy változás történik a vezetésben, sőt, előnyt látok ebben, hiszen egy harmonikusabb munkakapcsolat alakulhat ki a kormány és a jegybank között. Nyilván, ami a legfontosabb, hogy a jegybanknak a forint árfolyamán, tehát a forint értékállóságán kell dolgoznia. Egy picit más a célja, mint a kormánynak. Erre a kamat csökkentés az elmúlt időszakban nem adott okot, tehát úgy tudták csökkenteni a monetáris tanács a kamatnak a szintjét, hogy igazából a forint érdemben nem gyengült. És ha egy ilyen folyamat folytatódik, akkor ennek mindannyian nyertesei lehetünk. Tehát, hogyha a forintunk megőrzi az értékét, ugyanakkor pedig a kamatszint alacsonyabb lehet, akkor a vállalkozók olcsóban jutnak hitelhez, a magánszemély olcsóban tud majd bankban fölvenni hitelt egy lakásvásárláshoz, valamilyen más, mondjuk gépjármű vásárlásához. Tehát ennek mindannyian előnyeit élvezhetjük majd. Ehhez persze mondom, arra van szükség, hogy egy olyan jegybanki vezetés legyen, ami képes együtt dolgozni gazdaságpolitikai célokért és a kormánnyal. Jegybanki vezetés internetes cikkekben lehetett arról olvasni, hogy ön az egyik lehetséges várományosa az MNB vezetői posztjára. Van ennek valami valóságtartalma? Spekulációk mindig vannak, találgatások mindig vannak. Én egy interjúban néhány nappal ezelőtt el is mondtam, hogy nagyon megtisztelő, hogy fölmerült a nevem, és örülök annak, hogy rám is gondoltak, de én egyelőre parlamenti képviselőként akarom folytatni a munkámat, ezt tekintem a munkám alapjának. Néha pártom a Fidesz kormányon van, néha ellenzékben van, ez mindig a választóktól függ. De alapvetően, mint parlamenti képviselő, szeretnék a következő időszakban is dolgozni. Hogyan értékeli, milyen évünk volt a 2012?
Nehéz év volt. Én, mint kormánytag, mint miniszter, azt tudom mondani, hogy ennél volt már könnyebb éve is az országnak. Egy nagyon nehéz, súlyos helyzetet örököltünk, amelynek még mindig vannak nehézségei 2012-ben is. Őrletes mértékű az adósságunk, ennek egy jelentős csökkentését tudtuk elérni az elmúlt két évben. Ez azt jelenti, hogy a kamattörlesztés is kisebb mértékű tudott lenni, tehát olcsóbban tudjuk az országot működtetni, de még mindig nagyon sok vállalkozás, nagyon sok magánszemély lakosságnak egy jelentős része van ebben az adósság csapdában. Tehát ezt a munkát folytatni kell. Az év eleje nehezebb volt, egy rázósabb, nehezebb nemzetközi helyzet volt. Az év második fele talán egy picit könnyebb volt, könnyebben el tudtuk adni a magyar állampapírokat is. A lakosság ebből annyit tudott érezni, hogy talán az év második felében a forrásai is a kormánynak bővülhettek. Éppen ezért tudtuk mondjuk a részben az egészségügyi dolgozóknak a béremelését elindítani, amit majd folytatni kell, és lehetőleg minden egyes csoportot el kell érni. Ezért tudtuk az önkormányzatok adósságát is átvenni. Ugye az öntelepülés is, mint Karcag vagy más települések jelentős adósságállománnyal küszködnek. Az elmúlt években, évtizedekben ezeket fölhalmozták. Most az állam, a kormányzat el tudta azt érni, hogy 5000 fő alatti településeknek a teljes adósságát át tudjuk venni. 5000 fő felettieknél pedig egy adóerőképességtől függő adósságátvétel történik. Tehát én nagyon bízom benne, hogy Karcagon is legalább a felét a karcagi önkormányzat adósságának majd át tudja venni most a következő év elején a kormány. Azt olvastam, hogy még soha ennyi törvényt nem fogadtak el az országházban, mint az idén. Így van. Hát közel 300 törvény, módosítás, jogszabály változott meg a parlamenti döntések nyomán. Ez valóban egy, hogy mondjam, mintha egy törvénygyár működött volna. Minden egyes parlamenti napra jut 4-5 jogszabály. Nagyon sok éjszakában, hajnalban nyúló parlamenti vita is volt ennek következtében. És ugye azt se felejtsük el, hogy ezen közben a kormányzat is nem csak a jogszabály előkészítéssel foglalkozott, hanem azzal a jogszabályalkotással is, ami az oktatás, az egészségügy, az önkormányzati rendszer átalakítását is el tudta érni 2012-ben. Tehát én annak örülök, hogy ebből azért nagyon keveset vettek észre az emberek. Persze, most éppen ugye a felsőoktatás átalakítása volt a legutóbbi időszakban soron. Persze ennek mindig vannak ellenzői, mindig vannak olyanok, akik ezzel nem értenek egyet, de a kormányzat szerintem arra törekedett egész év folyamán is, hogy kompromisszum alakuljon ki a nagyobb társadalmi csoportokkal, és olyan döntések szülessenek, ami a többség számára elfogadható. Említett az előbb a parlamenti vitát, az éjszakában nyúló parlamenti vitákat. Hogyan látja most, milyen az országban a politikai hangulat? Jó kérdés, mert ahány emberrel beszélek, annyi féle. Tehát ugye, ahogy szokták mondani, két magyar az három párt, ez valóban így van, hogy mindenki, ahogy saját maga látja, úgy is ítéli meg az ország politikai helyzetét. Én azt tudom mondani, hogy ha körülnézek és megnézem a környező országokban a legutóbbi választásokat, megnézem azokat a folyamatokat, amik Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, vagy éppen Szlovákiában történnek, azt tudom mondani, hogy a politikai helyzet stabil. Nagyon kevés olyan időközi választás volt most önkormányzati ebben az évben, amely mondjuk az ellenzéki erők erősödését hozta. Volt egy-két ilyen, nem szabad ezt eltagadni, de azért a többségét kormánypárti képviselők, polgármesterjelöltek nyerték meg. Tehát ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy a magyar lakosság megértette azt, hogy egy nagy nehéz helyzetben van az ország, és kormányképes erőként egyenlőre azt a koalíciót látja, amely a parlamentben a kormány mögött áll, a Fidesz-KDNP parlamenti frakciójából álló koalíciót. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból most a kormányzat összességében az emberekkel együtt tudott tenni azért, hogy 12-ben egy kicsit stabilizáljuk a helyzetet. Nagyon bízom benne, hogyha a 13-as év nem is lesz nagyon könnyű, de könnyebb lesz, mint a 2012-es. Mit jósol, milyen lehet a jövő évünk? Miben lehet könnyebb? Nem szökő év, tehát egy nappal rövidebb lesz, ez a tény. De amit én várok ettől az évtől, hogy egy picit a konszolidáció, a megnyugvás, a letisztulás történjen meg az országban. Ugye az elmúlt két évben nagyon sok minden változott. Nehéz helyzetben is voltak az emberek, a megélhetés nagyon nehéz volt, a mindennapi életnek az előteremtése, biztosítás azért az emberektől rendkívül sok fáradtságot, erőfeszítést kívánt.
Én abban bízok, hogy talán ez 13-ban egy kicsit változhat, és egy kicsit könnyebb évünk lehet. Most úgy tűnik, hogy ha ebben a helyzetben marad az európai gazdaság, és a világgazdaságban sem lesz olyan nagyon nagy felfordulás, akkor az ország egy stabil pályára kerülhet. Az idei visszaesés után jövő évben egy picit már nőhet a gazdaság. 2014-ben már mindenki azzal számol, hogy 1% fölötti lesz ez a növekedés. Tehát én azt várom, hogy azok a nagy átalakítások, amelyeket megtettünk oktatásban, egészségügyben, önkormányzati rendszerben, ezeknek a korrekciója, a finom hangolása történjen meg, a gazdaságban pedig egy lassú, de azért egy picit már érezhető életszínvonal, életminőségi javulás is bekövetkezzen. Hogyan látja, mennyire indult el már a kampány? Én ezt nem tapasztalom még. Persze vannak mindig, akik már kampánylázban vagy választási lázban égnek, de hát még messze vagyunk azért ettől, van másfél év a következő parlamenti választásig. 2014 ebből a szempontból azért nehéz éve is lesz a magyar lakosságnak, mert most, ha jól számolom, 3 választás is lesz, önkormányzati, parlamenti, Európa parlamenti, tehát egyik választás éri majd a másikat, de még addig van másfél esztendő, használjuk ki ezt az építkezésre és az összefogásra. A 2012-es esztendőben, a választók körzetében milyen eseményeket, eredményeket emel ki? Hát nézzük csak, ugye az idei év úgy indult, hogy a kórházban az orvosok számára egy béremelés sikerült elindítani. Ennek nagyon örülök, mert ugye tudjuk valamennyien, hogy az orvosok megtartása, az orvos helyzet az egy akut problémája kezd lenni az egészségügynek. Ezért az mindenképpen egy jó dolog volt, hogy a Karcagi Kórházban az év úgy indult, hogy ezzel a bejelentéssel tudta a kórházvezetés az évet indítani. Ha beruházásokat nézem meg, az ipari parkban ugye elindult egy hulladék feldolgozó üzemnek a létrehozása. Nagyon bízom benne, hogy következő évben ehhez közelebb fogunk jutni, és végre majd látjuk már a jeleit is annak, hogy ez az üzem hogyan épül föl. Ahogy visszaemlékszem, volt egy betonkeverőüzem átadása a vasúti beruházásokhoz szükséges anyagoknak a biztosítására. Ugye ne felejtsük el, hogy ha jól számolom, 2 vagy 3 vasúti átjáróban is folyik most munka annak érdekében, hogy biztonságosabban tudjunk majd közlekedni. Összességében is a Püspökladány Szajó közötti vasút felújítás az 2013-ban ér majd a végéhez. A fürdőberuházás, ha picit le is lassult, meg el is akad, de azért ebbe az évbe, a következőbe folytatódni fog. Ugye itt nem mondtam el az előbb, de az önkormányzati adósság rendezés mellett azért a karcagi önkormányzat is egy olyan jelentős forráshoz tud jutni, amiből a 2013-as évet biztonságosan tudja megvalósítani, és amiből biztosan jut majd forrás arra is, hogy a fürdőberuházás 13 tavaszának a végére legkésőbb azért mindenképpen befejeződjön. Tehát ezek a munkák folytatódtak a városban, és hát persze ne felejtsük el azokat a hagyományos eseményeinket sem, amelyik megtörténnek, birkafőző fesztivál, most már kezd hagyományos lenni, az a disznótor és házi pálinka verseny, amit ugye most decemberben volt, a Toyrán, az adománygyűjtés a kórház gyerekosztálya számára, ebben az évben is egy nagyon érdekes színfolt volt, Szentgyörgy napi vigadalom, tehát szerintem a város azt az életét éli, ami a munka mellett azért időt hagy arra is, hogy időnként közösen ünnepeljünk, összejöjjünk, és egy picit egymásnak is tudjunk örülni. Ünnep, végül egy magán jellegű, egy személyes kérdés, hogyan telt az ünnep, tudott-e pihenni egy picit? Hát a szeretteim körébe ünnepeltem én is a családommal. Ugye, mint családapa, 3 gyerekemnek ügyes bajos dolgaival tudtam évvégén foglalkozni. Szüleinket meg tudtuk látogatni, hiszen arra is időt kell szánni, hogy az ember a szülőket egy kicsit meghallgassa, megünnepelje. És hát ilyenkor nekünk karácsony azért mindig a rokonlátogatások időpontja, és hiszen a feleségem is, én magam is karcagiak vagyunk, ilyenkor tudunk időt szánni arra, hogy a ritkában vagy rég látott rokonokat is felkeressük. Úgyhogy nagyon szép volt. A hó hiányzott igazából. Majd lesz. Mindannyian szerettük volna, ha fehér a karácsony, de hát ami késik, nem múlik. Miniszter úr, mit kíván az új esztendőre? Mindenkinek azt kívánom, a tévéstábjának is, az itt dolgozóknak, de a tévénézőknek is, hogy egészségben, békességben teljen a következő esztendő. Tudjunk egy picit, ahogy szokták mondani, jobb emberek lenni, tehát ne érezzük úgy, hogy ez az év, ami elment, vagy a következő év, az egy haszontalan eltelő esztendő. Érezzük úgy, hogy ha majd
egy év múlva, év végén egy számvetés, számadást csinálunk, akkor arra tudjunk visszagondolni, hogy mennyi jó dolog történt velünk, és hogy épülni tudtunk, mint emberek is, jobb emberekké váltunk. És hát mellette, hogyha van egy kis anyagi gyarapodás is, az sem hátrány, hiszen az emberek mégiscsak azon tudják elsősorban levérni, hogy a közállapotok milyenek, hogy egy picit könnyebben tudják beosztani azt, amit egy hónapra, akár nyugdíjban, akár jövedelemben el kell osztani. Úgyhogy mindenkinek ehhez kívánok sok boldogságot és jó egészséget. Köszönjük szépen a jó kívánságokat, és mi is sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk Önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, most karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Csokonai Könyvtárban. Az előbb történt meg egy jelentős könyvcsomagnak az átadása. Dr. Őrsi Juliannával beszélgettünk, hogy milyen ajándékot is hozott a könyvtár részére. A könyvtár részére olyan kiadványokat hoztam, amely a Megyei Tudományos Egyesület és a Turkevei Kulturális Egyesület égisze alatt jelent meg az elmúlt években, és a legutolsó tegnap előtt. Tehát elsősorban nagy kunsággal foglalkozó helytörténeti kiadványok ezek, de van benne ennél tágabb terület is, hiszen a tavalyi családkonferencia az országos konferencia volt, és annak a két kötetje is itt van a csomagban. Úgy tudom, hogy nem csak a könyvtár kapja meg ezt a nagyon szép, és ön által tudom, hogy egy 50 ezer forint értékű csomagot, hanem a város iskolái is kapnak ebből. Igen, a könyvadományozási akció, amelyet a két szervezet indított el, a megye minden települését, települések könyvtárát és az iskoláit érinti. Szeretnénk azt, hogyha a helyismereti irodalmat használnák mind a gyerekek, mind a felnőttek. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ismeretátadás szempontjából ez a könyvcsomag. Én azt kívánom, hogy a következő évben is legyen sok-sok pénzük, hogy hasonló kiadványokat meg tudjanak jelentetni. Köszönjük szépen! Igyekszünk, most is tervbe van újabb könyv kiadása. Akkor arról majd különbe fogunk számolni, és köszönjük szépen a olvasók nevében ezeket az adományokat. Kunhegyesen a rendelőintézet felújított laboratóriumát avatta fel november 29-én délután Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család és ifjúságügyért felelős államtitkára. Az újból üzembe állított létesítmény a 8000 lelkes település egészségügyi ellátását teszi teljesebbé azzal, hogy a vérmintákat helyben tudják levenni és vizsgálatra a karcagi kórházba szállítani. Apró eredmények, de nagyon jelentős lépések ezek, mondta avató beszédében Soltész Miklós. Ja, mert vannak nagy lépések is, ilyen történt a héten napokban Karcagon, amikor is miniszter úr adott át egy olyan hatalmas nagy beruházást, ami mindenképp a karcagi egészségügyi ellátásban nagyon nagy lépés volt és jelentős volt. De ugyanúgy azt gondolom, hogy egy-egy kisebb településnek, egy-egy kisebb városnak az a törekvése, mely a ottani egészségi
helyzetnek a javítását próbálja szolgálni és segíteni azoknak az embereknek az életét, akik ott élnek a településeken, ez is fontos. És ezért fontos most ez a labor átadás, hiszen sok-sok embernek az életét könnyíti meg az, azzal, hogy itt helyben veszik le a vért, utána elszállítják karcagra, és utána a modern technika segítségével még aznap visszaérkeznek az eredmények, amelyek sok-sok betegséget tudnak megelőzni, és sok-sok embernek az életét tudják adott esetben segíteni. Kunhegyesen éveket vártak erre a lehetőségre, de az ország más településein is hasonló a helyzet. Nem véletlenül. Mindenki tudja egyrészt az ország helyzetét, mennyire adósították el az elmúlt 8 évben a szocialista kormányok ezt az országot, és a nagy baj az az, hogy igazából nem tapasztaltuk ennek az eredményét. A következményét viszont igen. És éppen ezért azok a törekvések, amelyeket egy-egy önkormányzat megtesz, ilyen szempontból Kunhegyes is, amit megtett, hogy minden szempontból az itt élőknek a helyben maradását segítse, legyen az munkahelyteremtés vagy megőrzés kapcsán, legyen az egy egészségügyi intézménynek az átadása, vagy hozzáteszem mondjuk egy szociális intézmény rendszernek a fenntartása területén. Én azt gondolom, ez nagyon fontos. Ezért is volt az, hogy a kormány úgy döntött, hogy ezt a törekvését az önkormányzatoknak, mely sokszor eladósodáshoz is vezetett, és nem azért, mert rosszul gazdálkodott a legtöbb önkormányzat, hanem egy kényszerű lépéssorozat következtében valósult meg, ezt az adósságállomány egy részének átvállalásával, sőt hozzáteszem a 5000 fő alatti településeknél a 100%-os átvállalásával segíti és megpróbálja kiemelni az önkormányzatokat. Ez egyébként abban a lépéssorozatban tartozik be, amely elsőként a deviza hitellekben fuldokló családoknak a megsegítését jelentette, amivel sok tízezer, sok százezer honfitársunk élt, és mentettünk meg ezáltal családokat, mentettünk meg ezáltal gyermekeket és családokat a teljes széteséstől. Ugyanilyen fontos lépés volt az országnak, az eladósodása ne folytatódjon, amit az elmúlt 8 év kormányzása hihetetlenül felpörgetett, és 30%-kal megemelt, aminek következtében, ha folytatódik, hasonló útra tértünk volna, mint Görögország, ami beláthatatlan következményekkel járt volna. És ez a harmadik lépés, amikor az önkormányzatoknak segítünk, ami azért fontos, mert látszólag az ott élők nem mindig tapasztalják ennek a terhét, de amikor az a pénz, ami ott fog maradni most az önkormányzatoknál, mert adott esetben nem kell a hitelt vagy a kamatokat fizetni, az mégis a helyi, akár egészségügyi ellátásban, akár a járdaépítésekben, az iskola fenntartásban és sok minden másban megjelenik. A Kunhegyesen felavatott labor működtetésében a református egyházközség is jelentős segítséget vállal, és a településen egy református idősek otthona is működik. Az egyházak ma már jelentős szerepet vállalnak a szociális problémák megoldásában. Ezt az állam is érzékeli. A Magyar Köztársaságnak kormánya egyébként érdekes módon még annak idején szocialisták tudta megkötni Vatikán a Szentszék azt a megállapodást, amelynek eredményeképpen, azt kell mondani, hála Istennek, nem csak a katolikus egyház, hanem adott esetben református egyház, vagy az evangélikus egyház is segítséget kap ahhoz a munkához, amelyet egyébként ők meg átvállalnak az államtól, amelyel segítik akár fogyatékossággal élő embereknek az életét, idős embereknek az életét, vagy bármilyen más szociális feladatot. Éppen ezért azt a kiegészítést, amelyet egyébként az önkormányzatok összességében megadtak az állami támogatáshoz, azt állami támogatás mellett, azt megkapták eddig az egyházak, és a jövőben is meg fogják kapni, hiszen az a feladat, amit átvállalnak, az talán még azért is több az állami fenntartásnál, mert nem csak ápolnak, nem csak gondoznak, hanem remélhetőleg sok helyen a lelkieket is hozzáteszik, és azt mindenki nagyon jól tudja, hogy egy-egy gondozásnál, legyen az fogyatékos, legyen az idős gondozásnál, a lelki támasz az legalább annyit ér, mint sokszor a fizikai ápolás, vagy pedig a gyógyszeres egészségügyi kezelés. A minisztérium pályázatokkal is igyekszik segíteni ezt a feladatot.
Hát túl az említett kiegészítő támogatáson jövő év elejére szeretnénk írni egy olyan ágypályázatot, amit kimondottan egyházi intézmények számára szeretnénk, hogy megvalósuljon, és hát remélem, hogy Kunhegyes is, de adott esetben, ha Karcagon van egyházi intézmény, vagy Karcag környékén, akkor ők is megpályázzák. Ez azért fontos, mert egyrészt az ott élő emberek, akik valamilyen betegségben szenvednek, hát mégiscsak egy kulturáltabb, és hát egy jobb minőségi ágyba kerülnek, ami mozgatható, elektronikus úton mozgatható, ami nagyon fontos, és hát hozzáteszem, hogy az őket gondozó ápolóknak is segítséget nyújt, hiszen naponta a betegeket forgatni, emelni, pelenkázni, tisztába tenni, ez iszonyatos fizikai teher számukra, és ha ebben egy picit tudunk nekik segíteni, akkor már megérte. Köszönöm szépen a figyelmüket, és még egyszer köszönöm ezt a meghívást, lehetőséget. Számomra sokkal fontosabb a magyarországi kis és középtelepüléseken történő, még egyszer hangsúlyom, pici események, látszólag pici eseményeknek a megünneplése, mint mondjuk egy nagy Európai Uniós beruházás, pláne egy brüsszeli esemény, hisz itt kell maradnunk ebben az országban, és ehhez gratulálok Önöknek. Milyen kez a nap, mert a szakma hívogat, ez volt a címe a Kádas György Általános Iskola és Szakiskola megrendezett szakmai napjának. Igazgató szerint ez a rendezvény kiváló alkalom a bemutatkozásra. Megmutatni azt, hogy itt ki milyen szakmát tanulhat és sajátíthat el. Egy olyan nyílt nap, amikor itt belül, a falainkon belül megismerkedhetnek a jövendő tanulóink azzal, hogy ki, mit, milyen módon tanulhat meg itt nálunk. Mi egy speciális szakiskolák vagyunk, ahol szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermekeknek a továbbtanulását tudjuk biztosítani. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan lehetőség, ami a megyében nem sok helyen adatik, hogy ezek a speciális igényű gyerekek olyan szakmát tanulhassanak, ahol kiteljesedhetnek, és ahol megmutathatják az ő saját kreativitásukat is. Ez a nap az itt tanulható szakmákról szól, bemutató a végzősöknek. A 8. osztályos tanulók vannak itt, akiknek februárban be kell adni a jelentkezésüket valahol, valamely középfokú oktatási intézménybe, és ők próbálhatják ki itt magukat a mai napon. A kertésztől a mézes kalács készítőig több szakma is az érdeklődők rendelkezésére áll. Ezek birtokában az elhelyezkedés is könnyebben megy, de manapság bizony az is nagyon nehéz. A tudás persze otthon is kamatos. A mai világban és a mai társadalmi lehetőségek között nagyon szerény a lehetőség az elhelyezkedésre, de nem lehetetlen. Azt gondoljuk, hogy ha megtanulja a kertészkedést, azt otthon a saját kis portáján is meg tudja tenni, és megtermelt javait eladhatja, és valahogy valamilyen szinten jövedelemhez jut. Ugyanez igaz a mézes kalács készítésre is, vagy a fonott bútor és kosár készítésnél igyekszünk olyan lehetőségeket keresni, amivel nem egy nagy gyárba, egy nagy üzembe bekerülve próbálja majd megkeresni a lehetőségét és a kis pénzét a jövendőbeli állampolgár, hanem otthon a saját ütemében, a saját ritmusában, a saját lehetőségei között tud majd olyat végezni, amit értékesítést talán meg tud belőle élni. Per pillanat ezek a lehetőségek adódnak. Azt, hogy a jövőben hogy lesz, ezt nem tudjuk, mert hogy minden változás előtt áll. Ezeket a lehetőségeket figyelemmel kísérik a szülők is. Nagyon nagy igény volt ebben az évben a zöldségtermesztő szakra. Úgy látszik, hogy a szülők is rájöttek, hogy bizony ennek jövője lehet, mert hogy a háznál portákon megtermelhetnek gyerekek dolgokat, amit utána értékesíteni vagy felhasználni tudják. Erre elég nagy igény volt. Számos jogszabály változik, ezért egy-két szakma oktatása veszélybe került. Az itt kikerülő gyerekek nem kapnak OK és bizonyítványt, hanem részképességről kapnak bizonyítványt, tehát az ő képességei nem teszik lehetővé, hogy egy szakmunkás szintet érjenek el. Ez egy betanított szintnek felel meg, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi képzési rendszerből ki fog esni ez a zöldségtermesztői szak. Biztosat azért még nem tudunk mondani, bízunk benne, hogy nem így lesz, de fölkészülünk arra, hogyha így lesz, akkor
a pargondozói szakunkat fogjuk, és valamilyen mással helyettesíteni azt, hogy növényt termeszthessenek a gyerekek, hogy megtermelhessék a saját javaikat. Az iskola létszám az utóbbi 2-3 évben stagnálni látszik. Ugye két iskoláról tudok beszélni, Karcag és Kisújszállás esetében. Itt Karcagon csak az enyhebb fogban sérült gyerekek vannak, általános iskolás tanulóink is, és vannak szakképzésben levő gyerekek is. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt 2-3 évben stagnálódott a létszám. Itt Karcagon egy olyan 80-90 gyerekről van szó, Kisújszálláson pedig lennövekedés volt, mert a autista gyerekeket fogadtuk be, és a súlyosan fogyatékos gyerekek óvodáztatása is beindult. Átlag azt tudom mondani, hogy a két iskolában 200 gyerek az, aki nálunk tanul és kapja meg azt az egyéni segítséget, fejlesztés, ami az állapotához szükséges. És hogy ez egy ilyen beállt létszámnak tűnik. Az iskola 8-as számú kerületben található, a szakmai nap zsűriében Pánti Ildikó képviselőnő is helyet kapott. Rendkívül szerencsésnek tartom választókerületemet, hogy ez az intézmény telephelyként itt található, a 8-as számú választókerület középpontjában, nyugodtan mondhatom ezt, hiszen helyzetéből adódik az a lehetőség, hogy a kibővített választókerületem úgy a Kisújszállási út jobb, mint a Kisújszállási út bal oldalán lévő területet is felöleli, tehát bármilyen rendezvényt szervezünk önkormányzati képviselőként itt a körzetben, gondolok a lakossági fórumokra, gondolok a fogadóórákra, egyéb rendezvényre, mindenkor úgy szoktam mondani, hogy ez a telephely, innen indulunk ki, és ide várjuk a kedves választókerület lakóit. Elmondhatom azt, mint egykori pedagógus, hogy rendkívül tartalmasnak és színesnek találom az intézményben az utóbbi években folyó munkát, hiszen van rálátásom, minden rendezvényre, mint a körzet képviselője meghívást kapok, mint ahogyan a mai napra is a zsűri egyik tagjaként. Tehát így is látom, úgy is látom, amikor napközben erre járok, jó időben, tavasztól őszig látom a tevékenykedő diákokat, akik az intézmény előtti parkot csinosítják, virágot ültetnek, füvet nyírnak, sőt, olyanra is volt példa, hogy felajánlásként rendbe tették az iskola egy kicsit, hogy úgy mondjam, tágabb környezetét is munkájukkal. Tehát így is láthatom, meg úgy is láthatjuk, ha bárki belép az intézménybe, mindenkor szép időszerű kiállítás fogadja, és ez azt hiszem öröm valamennyünk részére. Ez a mai nap, ez pedig kimondottan a színes programjával, versenyprogramjával mutatja azt a lehetőséget, amellyel az intézmény él, és amellyel meghirdeti a diákok részére ezen szakmai nap programját. Sándorné Szakelcsi Ildikó szeptember óta a tagiskola vezetője. Nagyon nagy jelentősége van a mai napnak, hiszen arra készülünk, hogy be tudjuk mutatni a járásnak, illetve a megyei térségi iskoláknak, az iskolánknak a sajátosságait, a szakképzés sajátosságait. Mind a pedagógusok, mind az iskolák, mind a tanulók személyesen ismerjék meg, hogy milyen munka folyik nálunk, illetve hogy milyen szakmákban tanulhatnak tovább a 8. osztályt végzett tanulók. A bemutatkozásra mindenkit várnak, a lehetőségek megismerése fontos dolog. Nagy szeretettel fogadjuk ilyenkor erre az eseményre akár pedagógusok, akár iskolák képviselői, természetesen elsősorban a tanulókat, de mint a mai napon is jelen van például szülőgyermek, pedagógus gyermek, önkormányzatok, és természetesen az érdeklődők, bárkit szeretettel várunk, fogadunk ilyenkor. A mai nap főszereplői a pályaválasztás előtt álló tanulók. A karcagi tagintézményben is a pályaválasztási osztályok vannak jelen, a 7.-8. osztályosok, illetve a térségi iskolákból is a vendéggyerekeink, a versenyző gyerekek, 7.-8. osztályos tanulók. 7 iskola képviseli magát, a mai délelőtt statisztikáit pontosan nem tudom, hogy hány fő. A szakmavállalás
választási lehetőséget a megye számos intézményében kihirdették, a mai alkalomra sok felől érkeznek tanulók. Megyei régióból érkeznek a tanulók, minden kistérségből várjuk a tanulókat tovább tanulni, illetve szakmát tanulni. Azt, hogy a mi iskolánkban most 96 fő tanul, de ez szakképzés és az általános iskola együtt. Népszerűek a szakmák. Minden szakma területünknek megvan a létszám kerete, de fogadóképesek vagyunk. Tehát ezt tudom mondani, hogy fogadóképesek vagyunk. Tehát nincs maximális kihasználtság. A tovább lépéshez szakma szükséges. Annak ellenére, hogy változnak a törvények, és a tankötelezettségi korhatár lejjebb kerül. Ezt szeretnénk, hogy ne otthon munkanélkül, hanem igenis akár az intézményben egy vagy másod szakmát tanulva hasznosan töltsék, illetve szakmával rendelkezve kerüljenek a tanulók aztán az életbe. A verseny már korábban meghirdették, most három helyszínen mérik össze a tudásukat a tanulók, de a szülőkről sem feledkeztek megemlékezni. Három helyszínen folyik a versenyzés. A kézműves alkotók már múlt héten beküldték a pályamunkáikat, ezek értékelése jelenleg folyik, és ezek a tanulók most kézműves foglalkozásokon vesznek részt, elsősorban a népi kézművesség jegyében. A kiskertészek totót töltenek ki, növényfelismerési gyakorlaton vesznek részt, illetve növényeket fognak ültetni, és így fog kiderülni a verseny végső sorrendje. Az ügyes kerékpárosok szintén totót töltenek ki, ügyességi kerékpározás lesz, illetve egy kis szerelési gyakorlat is. Ezt követően lesz az eredményhirdetés. Nagyon szépen köszönjük a szponzorainknak, nagyon sok szponzorunk van, hogy minden tanulónak tudunk ajándékot adni, és meg is tudjuk őket vendégelni. A délutáni nap folyamán egy órakor pedig felnőtteknek, a sajátos nevelésigényű tanulók oktatásában érintett felnőtteknek egy szakmai pedagógiai fórumot szervezünk. A szakmai fórumok népszerűek, szükségesek is. Tavaly is volt egy szakmai fórumunk, de az nem a szakképzéssel foglalkozott, hanem általánosságban a sajátos nevelési igényű tanulók helyzetével. Ez a mostani fórum kifejezetten a szakképzésre, a sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére koncentrál. Azért a törvényi változások minket is elég keményen érintenek, és eligazodni a jogszabályokban, az új lehetőségekről fogunk tartani egy fórumot. Sok jogszabály változik. Igazán a sajátos nevelési igényű tanulóknak a helyzete nagyban nem változott, illetve csak az a kérdés, hogy ebben az új rendszerben hol lesz a helyünk. Tehát az új változásokban ugye a nagy szakképzőintézmények, ugye a 3-4 ezer fő szakképzőintézményekben vagy önállóan, ez még a mai napig is nyitott kérdés. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Szimtag óvodában, és ma egy érdekes szakmai napon veszünk részt, ahol dr. Sütő Mihályné Klárika néni fog beszélni az óvónéniknek, hogy miről pontosan azt mindjárt meg is tudjuk, mert itt a gyerekeknek volt előtt egy kis bemutató foglalkozás a szülőknek, és Klárika néni pedig egy kicsit szakmailag beszél az óvónéniknek, jól tudom, a kenyérkészítésről, meg a sok-sok olyan dologról, amit ön átélt évtizedek alatt a Sípos Józsefék nevelőszülei mellett. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget. Nagy meglepetés volt a számomra, amikor két héttel ezelőtt Margókáig felkerestek engem, a óvoda vezetője, hogy ezen a továbbképzési napon a kenyérsütéssel kapcsolatban tartsak egy rövid kis tájékoztatást. Én elmondom, hogy ennek a felkérésnek azért is tettem eleget, mert előzőleg már egyik továbbképzés után az óvónők felkeresték a Daráló Múzeumot, azt bemutattam, és bizonyára a kedves jelenlév, már tévénézők is emlékeznek arra, hogy a átadott, tehát az épületben átadott részeknél a harmadik rész a kenyérsütéssel kapcsolatos eszközöket tartalmazza.
és ez megragadta Margókáiknak a figyelmét, és felkértek, hogy egy rövid tájékoztatót tartsak a kenyérsütés történetével kapcsolatban. Azt is el kell mondanom, hogy én nem sütöttem kenyeret. Abban az időben, amikor még odahaza készítették, én még kis iskoláskorú voltam, de valamilyen formában mégis bekapcsolódtam a kenyérsütésnek a készítése, illetve a történésébe folyamatában. Igen, köszönöm szépen, mert akik nem odahaza sütötték a kenyeret kemencében, azok pékhez hordták, és mi pékhez hordtuk, és mi kisgyereknek akkor az volt a feladatom, hogy a bejelentés, amit anyukám még rám bíztak, minden alkalommal hát én intéztem. Most utána olvasgattam, és visszaemlékeztem arra, hogy az én anyukám például hogyan sütötte a kenyeret, és természetesen nem csak az én anyukám így, hanem a Karcagon élők, sőt, még a Kiskunságban élő emberek is hasonlóképpen. Én gondolom, hogy a városban lett volna olyan, aki nagyobb tudással tudta volna ezt bemutatni, de igyekeztem én is a lehetőségekhez képest felkészülni. Na most, amikor a őseink több száz évre visszamenőleg kenyeret sütöttek, kedveskedtek minden alkalommal a gyermekeknek, az unokáknak, és kis cipót sütöttek. Hát én jelképesen hoztam egy kis cipót meglepetésképpen. Ma is lehet kenyeret sütni, hát ez is fejlődés, hogy kis készülékekben, vagy éresztős megoldással, de az természetesen nem olyan, mint annak idején, amikor különböző adalékok már az volt pár, vagy pedig annak megfelelő élelő anyag segítségnek a felhasználásával sütötték, de ezt is el lehet fogyasztani. Mint minden a társadalomban nagy fejlődésen ment keresztül, a őletéstől kezdve a lisztnyerés, a kenyér süteményeknek a elkészítése. Nekem az a véleményem, és azt mondom a hasonló korúaknak, mint már én is vagyok, hogy mindig előre kell nézni, nem szabad hátrafele, mert a mi korunkban már elég sok problémával kellett előzőleg megküzdeni, de most ezt megváltoztattam, ezt a nézetemet, hátrafelé néztem, és úgy készültem fel a kenyérsütéssel kapcsolatban. Még szeretném azt is elmondani, hogy egy csodálatos foglalkozás, bemutató foglalkozást láttam a délelőtt folyamán éppen a sütemény kenyérsütéssel kapcsolatban. Ez egy előzetes, péknél való látogatásnak a feldolgozása volt az óvodások életkorának megfelelően. Nagyon el voltunk itt ragadtatva, már nem óvodai pedagógusok, hanem meghívott vendők kívülállóként, igen, hogy milyen csodálatos oktató, mert ez is ugye oktató, nevelő munka történik ebben az intézetben. Én nagyon, de nagyon jó hasonló feladatmegoldást kívánok, és tulajdonképpen, ha én visszagondolok a gyermekkoromra, a közösségi szellem kialakítása, a ismereteknek a alapozása az óvodában történik, és az a kisgyerek az élete végéig viszi magával, hogy milyen is volt, amikor ő óvodába járt, az óvónénie hogyan viszonyult hozzá, illetve a Dajka nénie. És én kívánok az itt tanító óvónőknek és a városban tanító óvónőknek úgy szintén hasonló ilyen csodálatos szép munkát, és köszönöm szépen, hogy így megtiszteltek a meghívásukkal, hát, hogy majd mennyire éri el az óra a célját, mert minden pedagógus, amikor bár a munkájának a kiértékére is erre sor kerül, akkor aki az irányítást végezteti, az mindig azzal kezdi, hogy na, akkor értékeljük, hogy hogyan is érte el az óra célját. Én nagy szeretettel készültem,
lehet, hogy az én ismeretem nem olyan bő, mint aki ezt évtizedeken keresztül ezt a feladatot végezte, de igyekeztem helytállni, hogy majd mennyire sikerül, azt a tisztelt nézők majd meg fogják állapítani. Azt kívánom, hogy legyen hasznos ez a mai nap az ön számára is. Nagyon szépen megköszönöm, és igyekezni fogok a jövőben is, mint ahogy azt eddig tettem. Nagyon szépen köszönöm. Balatyné Sütő Margit tagóvodavezetőt kérdezzük erről a mai napról. Klárika néni már elmondta, hogy ő miről fog a felnőtteknek beszélni, de milyen foglalkozásai voltak a gyerekeknek. Köszöntök mindenkit, és akkor a mai délelőttünkön volt egy szakmai napunk, amikor a gyermekekkel a Mindennapi Kenyerünk című projektet zártuk le. És hozzá kell tennem, hogy ebben a tagovodában minden egyes nevelési évben tartunk egy szakmai napot, és mindig más és más téma. A mai témánk ez volt. És projekt zárásaként igyekeztünk a gyermekeknek olyan tevékenységeket felajánlani, ami egészen a búzaszemek válogatásától, az őrléstől keresztül vezetett az az út, hogy hogyan lehet és mit lehet készíteni a lisztből, illetve a búzából. Ezen a foglalkozáson a gyerekek válogatták a magvakat, szitálták a lisztet, lisztképet készítettek, illetve megőrölték a búzaszemeket, és akkor a végén, ami igazán újdonság volt a gyermekeknek, ragasztót készítettünk a lisztből. És akkor úgy gondoltuk, hogy igazán egy ilyen témának a lezárásaképpen egy olyan embert kell meghívnunk, aki nagyon sok új dolgot fog nekünk mondani, nem csak ugye az óvodás gyermekeinek, hanem a felnőtteknek, a kedves kollégáknak is, és így jutottunk Sütőné, dr. Sütő Mihályné Klárika nénihez, hogy ő fogja a mai előadást megtartani, mégpedig a kenyér sütés történetének az áttekintését fogja nekünk most elmondani. Hozzá szeretném tenni, hogy nagy örömünkre szolgált az, hogy városunk vezetősége eddig szinte minden évben érdeklődik a munkánk iránt, ma is meglátogatta Dobos László polgármester úr a rendezvényünket, illetve Pánti Ildikó képviselő asszony, és ennek mi nagyon-nagyon örülünk, hiszen ennél nagyobb elismerés úgy gondolom egy nevelőtestületnek nincs, amikor a városvezető is érdeklődnek a munkánk iránt. Azt hiszem, hogy a szülők is élményekkel mentek haza, hiszen láthatták a gyermekeiket munka közben és alkotás közben. Szerintem, ahogy így ön is elmondta, ez nem zárult le ez a mai nap, hiszen sokszor vissza fognak még térni, biztos kis foglalkozásokon, még különböző feladatokban felidézik a mai napot a gyerekekkel. Persze, természetesen ez így igaz, illetve ezt a projektzáró foglalkozást már egy hosszadalmasabb, kéthetes munkatevékenykedés megelőzte, hiszen voltunk a Kerekcipó péküzemben, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket, és Erzsike néni, az üzemnek a vezetője körbevezetett bennünket, illetve a gyermekek kipróbálhatták, hogy hogyan lehet kenyeret készíteni, hogyan lehet péksüteményeket, és ott is az egész folyamatot végig tudták nézni a gyerekek. Emellett voltunk az Angelika cukrászdába, ott ugye ismét a liszt útját végig tudták kísérni a gyermekeink, illetve egész két hétben, nap mint nap olyan jellegű tevékenységeket ajánlottunk föl a gyermekeknek, ami arról szólt, hogy a búzát, a lisztet hogyan tudjuk felhasználni, illetve olyan képességfejlesztő játékokat, akkor mesekönyveket ajánlottunk a gyermekeinknek, illetve a nap folyamán ezekkel játszottunk, ami ugye ezt az utat végig vezeti a gyermekeknek. Én akkor még hasznos mai napot kívánok önöknek, és azt, hogy utána is tudják még ezeket a itt hallott információkat átadni a gyerekeknek, és sok-sok foglalkozást tartani nekik a kenyérről és annak a történetéről. Köszönjük szépen, hát én nagyon bízom abban, hiszen úgy gondolom, hogy mi óvónők egy kicsit szem előtt kell, hogy tartsuk a hagyományápolást, azt, hogy régen az emberek hogyan éltek, és hogy ma hogyan élünk, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a mai gyermekek, ha esetleg már otthon nem, vagy kevésbé, mert ez a kenyérsütés néphagyománya sem él úgy, akkor legalább itt az óvodában találkozzanak ezzel. Köszönjük szépen!
Kedves nézőink, a karácsonyi ünnepek előtt a Városi Sportcsarnok adott otthont a Galam kiállításnak, most következő Háttér című magazin műsorunk külön kiadásában az ott készített felvételeinket vetítjük Önöknek. Jó szórakozást kívánok! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városi Sportcsarnokban, beszélgető társam Bazsó István. Itt mögöttünk gyönyörű, szebbnél szebb galambok vannak, hiszen itt a téli szünet, ahogy a gyerekek örülnek a téli szünetnek, a galambászok pedig azt várják, hogy éves szinten bemutathassák, hogy milyenek az idei galambjaik. Nagyon sok galambot hoztak. Hány településről érkeztek most kiállítók? Mintegy 60 település, vagyis mintegy 30 településről hozott 60 tenyésztő galambokat az ország különböző részei, főleg a Dunán innenső részekről, de Borsodtól kezdve egészen a Nyírségig bezárólag, de még Békés-megyéből is hoztak galambokat, tehát elég széles a skála, ahonnan hoztak galambokat. Szép száma hoztak, 505 galamb van, és pénteken megtörtént a bírálat. Nagyon jól szerepeltek a karszegi tenyésztők is szokásokhoz híven. A díjazás az méltán reprezentálja a galamboknak a színvonalát, a minőségét. A bírálatot a Magyar Galamb és Kisártenyésztők Országos Szövetségének bírálattestületéből delegált bírálók végezték. 10 bíráló volt hívva, és ők végezték el a munkát. A bírálatán az eredmények összesítve lettek, és akkor megszületett az eredmény, csapatversenyek vannak. Tenyésztői csapatverseny van, ahol 6 saját gyűrűs galambjával egy tenyésztő nevezhet a tenyésztői címre, a másik 6-os csapat, ahol csak tenyésztői verseny van, ott meg bármilyen gyűrűvel részt vehet, nem csak saját tenyésztői gyűrűvel vehet részt a versenybe, és egy pár szóval ismertetném a karcagi tenyésztők eredményeit. A tenyésztői 6-as csapatverseny nagytestű alag galamb csoportjába karcagi tenyésztő Kisernő 3. helyezést ért el. A tenyésztői 6-os csapatverseny díszgalamb kategóriába első helyezést ért el Tóth István egyik csapatával, a másik csapatával 2. helyezést ért el, és a 6-os csapatverseny díszgalamb kategóriába, szintén ez nem tenyésztői, első helyezett Hátóth János, a 2. helyett is szintén Hátóth János, a 3. helyezett Bosnyák Imre tenyésztőtársunk, ők mindannyian karcegi tenyésztők, és ezeket az egy mindig kritikált csapatba. Egyébként fajta győztesek, meg egyéb címek még szintén van, több karcegi, de azt nem akarnám felsorolni, az már terjedelmesebb lenne, de itt a fontos, hogy a csapatban elért eredmények, és úgy néz ki, hogy karcag előzárta a csapatversenyt. Hát akkor megint a kupák jó része karcagon maradt, hiszen mi már megnéztük, hogy tényleg nagyon sok kiváló galamb született. Itt azt hiszem, hogy arról is szóljunk, hogy itt az utánpótlás nem csak galambok terén, hanem tenyésztők terén is, hiszen egyre több fiatal van a csapatban is, akik versenyeznek, és azt hiszem, hogy ez az önnevelő munkájuknak is az eredménye. Igen, erre mi is büszkék vagyunk, hogy minden szándékunk az, hogy fiatalítsuk az egyesületet a lehető legnagyobb mértékben. Egyesületünk 20%-a lehet így mondani fiatal, tehát 7 fő 16 éven aluli van. Azon kívül terveink közt szerepel még, már korábban is volt, csak nem tudtuk kivitelezni, hogy az a városunkban levő iskolák igazgatóival felvenni a kapcsolatot, és vagy biológia óra, vagy osztályfőnök óra keretén utánfutóra szerelt kettes parkkal bemutatnánk a jellegzetes magyar fajtákat, vagy 20-30 fajta galambot felszednék, és akkor egy órán belül bemutatnánk. Természetesen egyeztetve, és amennyiben igény van rá, ezt meg szándékunk van megcsinálni, és akkor tehát a gyerekekkel közelebb vinni. Mert hiába most itt van szombat, vasárnap, de
többen jöhetnének fiatalok, de nem jönnek elég számmal szerintünk, és így direkt módon próbáljuk megszeretetni a galambokat, illetve a galambászatot velük. És azt hiszem, hogy ez azért is fontos, mert a minisztériumnak is van egy programja, hogy a galambtenyésztést támogatni, és újból a galambfogyasztást is előtérbe helyezni, hiszen évtizedekkel ezelőtt sokkal többen fogyasztottak galambot. Innen indulnak az alapok, azt hiszem, a gyerekektől ők beléjük nevelni ezt az újfajta szokást, vagy a régi szokást visszahozni. Igen, tetszett mondani a galambhús fogyasztás, de nagyon őszintén megmondom, nem nagyon szoktuk mi várni, de nem kifejezett húsgalambok ezek, mert egyrészt kiáltás galambok azok értékesebbek is annál. Persze vannak selejtek, azokat levágják, de egyébként nem nagyon szokták levágni, meg nagyon nem költenek úgy, mint egy speciális húsgalamb, tehát ilyen formában nem nagyon szokták levágni őket. De hát azt hiszem, hogy azzal, hogy megismertetni őket a magyar fajtákkal, hiszen nem mindegyik díszgalamb, hiszen vannak tenyésztése, alkalmasak és fogyasztása, tömeggalambok idézőjelbe téve ezt a szót, de innen kell elindulni, hogy megismerjék és megszeressék. Egyrészt is így lehetnek belőlük tenyésztők, meg a későbbiekben olyan fogyasztók, akik az egészséges életmódnak a hívei. Pontosan így van, és még visszatérve a fiatalokra, hogy akik itt vannak az egyesületünknél, itt is látszik, hogy aktívak nagyon, és én csak tényleg szuperlatív szóval tudok beszélni róluk, mert ők reggeltől estig itt vannak, minden munkában kiveszik a részüket. Ez például lehet akár a fiataloknak, az idősebbek közötti tenyésztőtársaknak és az ő aktivitásuk, meg a lelkesedésük. És hát itt azért szoktuk látni a díjátadásról, hogy nagypapa, nagymama, mindenki eljön megnézni, hogy az unoka milyen díjat kap, hiszen azért itt a fiatalok között is vannak eredményes tenyésztők minden évben. Igen. A díjazásunkat úgy próbáljuk összehajtani már 16 éve, körülbelül 16-17 éve, hogy aki, tehát megvan a speciális szakmai díjak, de azon kívül, aki kiáltott 6 galambot, mi már az említett az előbb, mint a 16 év óta, mindenkinek adunk egy tiszteletdíjat, aki részt vett a kiállításunkon. Mert nem mindenki nem lehet első, nem mindenki nem lehet díjazott galambja, győztes galambja, de viszont, hogyha megtisztelel az egyesületünket, illetve a kiállításunkat azzal, hogy elhoz 6 darab galambot és szerepelteti, jól szerepelteti, de díjat nem kap, de mi adunk neki tiszteletdíjat oklevéllel együtt. Ez hagyomány, és ezt szeretnénk is a jövőben is megtartani, mert nem csak túl azon, hogy fáradtság, még anyagi áldozatot is követni, mert kétszer kell eljönni csütörtökön, hogy behozza a galambot, utána visszamegy, a galambokat itt lebírálják pénteken, meg vasárnap megjön, és megint visszamegy. Egy 50 kilométeres távolság az 200 kilométer azonnal, azon kívül, tehát mindenképpen mi is adunk vissza abból, amit ő ad nekünk. A városunk fele, még ezen az úton szeretném megragadni, mert megköszönni Karszak Város Önkormányzatának támogatását az egyesület irányába. Nélkülük nem tudnánk megrendezni ezt a kiállítást. Ez a csarnok nem országos szinten, de nemzetközi szinten is megállja a helyét, mert nagyon szép környezetben, ideális, maximálisan ideális. És mi is ezt a gesztus, hogy segít az önkormányzat, úgy próbáljuk, hogy a diákok, gyerekek, diákok díjmentesen látogathatják kiállításainkat. Azt hiszem, hogy amit elmondott, akkor ez az osztályfőnöki órákon való galambtenyésztés népszerűsítése, ez egy fontos és igazán követendő példa lesz, és vissza fogunk akkor erre térni 2013-ban, hiszen esetleg majd szólnak nekünk, amikor ez gondolom csak tavasszal, hiszen a galambok ilyenkor megfázhatnak, tehát jó időben. Igen. Hát mindenképpen egy tavaszi időpont lenne még az iskola vége előtt, tehát az aktuális iskola évzárása előtt, és akkor mindenképpen előtte megkeresik azt, hogy egyeztetünk időpontot, meg hogyha van fogadókészség, akkor részünkről rajtunk nem múlik. Úgyhogy, tehát ennyit erről, hogy direkt módon, amit már korábban is említettem, direkt módon megismertetnénk, illetve megszeretetnénk. Még azt nem mondtam, egy rövid fajta ismertetőt tennénk minden fajtához, ami 4-5 mondatos, ami a legjellemzője annak a fajtának, a kitenyésztése helye, meg mikor tenyésztették ki, meg mik a főbb jellemzői. Ezt rátennénk, és akkor próbáljuk ilyen úton, ezáltal is felkelteni érdeklődésüket a fiataloknak. Hát akkor reméljük, hogy 2013 ebből a szempontból is jó lesz, meg abból a szempontból is, hogy jó galambok lesznek, és hasonlóan szép sikereket fognak elérni a karcagi tenyésztők, mint a mostani versenyen. Ezen igyekszünk mindig, a tenyésztési év arról szól, hogy a legjobb a fajtának a reprezentáns példányt itt bemutatni, erről szól végül is a tenyésztési évad
Úgyhogy ezen vagyunk, hogy sikeres legyen hasonló ez az évhez, vagy az elmúlt évhez. Közben készülünk az Egyesületünk, két év múlva lesz a 60. évfordulója, arra is készülünk egy nagyobb jubileumi kiállítással, esetleg fajta klubok bevonásával. Ezek a terveink, és ez irányba dolgozunk, hogy ez megvalósuljon. Hát akkor jó munkát kívánunk önöknek, és önnek is, mint tenyésztőnek is, és a többieknek is nagyon eredményes és sikeres galambokat 2013-ra. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és én is a tisztelt nézőknek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. Bazsó István az előbb már elmondta, hogy nagyon sok fiatal van a Karceg Egyesületben. Az egyik legsikeresebb a mostani versenyen Vince Péter. Milyen galambokat hoztál? Én Texan meg Kinget. És mióta foglalkozol galambászattal? 2008 óta. És ez hogy jött, hogy valaki otthon, szülők, nagyszülők, vagy csak láttál szép galambokat? Hát láttam szép galambokat, meg hát akartam is galambokat, és hát így. De én úgy tudom, hogy a testvéred is hasonló szép galambokat tart. Van köztetek rivalizálás? Hát van. Néha ő is neki kingek vannak. Hát ő is hozott ide 9-et most a kiállításra. És mit jelent neked ilyen fiatalon galambásznak lenni, hiszen azért szép sikereid vannak az elmúlt években is, most is. Ez büszkeséggel tölt el, vagy úgy gondolod, hogy ez természetes? Büszkeséggel, hát jó érzés, amikor nyer a galamb is. Amúgy is igen. És akkor te hol tanulsz? A Karcegi Református iskolában. Ötödikes. Tóth István ismét sikereket ért el, hiszen mi már hallottuk Bazsó elnök úrtól, hogy sikerült tarolnia. Milyen galambokat hozott most? Hát igen, köszönöm, hogy így megemlítik a levem. Hát arab dobosokat, mint mindig, én ezek vagyok hülyek, igen. Az igazság az, hogy az országoson voltam 3 hete, hát ott a mester címet kaptam. Igen, 17-en kaptuk Magyarországon. Úgyhogy jó sikerült, megkaptam a fajta győztes galambot is. Hát itt az nem sikerült, de hála Isten, olyan galamb az is, ami tőlem származik. Tehát jó barátom elvitte, és akkor azt mondja, most másnak az a siker, de hála Isten hozott. Hát meg vagyok velük elégedve, olyan, amit eddig is tartottam, meg próbálok is így a tenyészetbe, hogy azért 94%-os galambok legyenek, tehát ennél már csak jobb lehet. Úgyhogy úgy is tenyésztem őket, hogy ennél mondom, csak jobb legyen. Azt vannak ilyenek, akik serkennek rá, tetszik nekik, jönnek, és akkor elviszik. Hát az a lényeg az egésznek, mert ez így forog ki. Egyébként elég drága hobbi az egész, bár ezt szerintem tudja mindenki. Sőt, ugye a gabona az egyre drágább lesz, a vitaminok, ugye, meg a másik az, hogy ugye itt a gyógyszert, ami kötelező, ezek is elég hosszú. Úgy értve, hogy elég drágák ezek a gyógyszerek. Könnyen mondjuk azt nem mondhatnánk, hogy nehéz beszerezni, be lehet szerezni. Sőt, hogyha van, ugye az ember minél többet foglalkozik vele, van egy bizalmas orvos, aki bármikor fordulhat hozzá. Hát itt szeretném azért Erjék Imrének a nevét megemlíteni, mert úgy érzem, hogy az egyik legjobban értő itt a városban. Én azt kívánom önnek, hogy a 2013-as éve önnek is és a fiának is legyen sikeres, és jövőre beszámolhassunk újabb galambász sikerekről. Köszönöm szépen, reménykedem benne, hogy lesz ilyen szaporulat, mint az idén volt. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt elnök urak! Titkár úr, tisztelt elnök úr, nagyon szeretettel köszöntök mindenkit a idei év kiállításnak a záró rendezvényén, díjátadásán. Két dolgot szeretnék nagyon-nagyon röviden mondani. Az egyik az, hogy minden olyan tevékenység előtt meg szoktam emelni a kalapomat, ami valami nagy-nagy elhivatottságot bír, nagy-nagy elhivatottsággal kell végezni. Ilyen ez a ténykedés is, amit önök produkálnak, hiszen
Minden évben, így az idejében is rácsodálkozok ezekre a gyönyörű galambokra, ezekre a gyönyörű tenyészállatokra, és minden évben okosabb is leszek, mert vagy titkár úr, vagy pedig elnök úr okosít, és ő mondja el a szakma rejtelmeit. Ebből nekem az szűrődik le, hogy mindenképpen hihetetlen nagy odafigyelést igényel ez a ténykedés, amit önök végeznek a galambok tenyésztése érdekében, és ez mindenképpen imponáló dolog. És még egyszer mondom, hihetetlen nagy elhivatottságot igényel. Köszönöm ezért önöknek, hiszen egy olyan munkát végeznek, ami tulajdonképpen a nemzeti identitásunkat is erősíti, hiszen nagyon-nagyon sok magyar fajtát is tetszene itt bemutatni az érdeklődők számára. Másrészt szeretnék gratulálni a helyi elnökségnek azért a töretlen és nagyon szívós munkáért, amivel fönntartják ezt a kiállítást és egyáltalán a galambtenyésztést itt a városban, és olyan munkát végeznek, hogy ahogy hallottam, tulajdonképpen a Dunán innentől nagyon-nagyon sok településről érkeztek kiállítók. Ez a munka nem könnyű, nyilvánvalóan sok áldozattal jár, sok odafigyeléssel, kitartással gratulálok az elnökségnek, és köszönöm a munkájukat, és természetesen továbbra is odafigyelünk a ténykedésükre, és ahogy csak tudjuk, támogatjuk ezt a fajta munkát. És szeretném természetesen megköszönni minden tisztelt jelenlévőnek azt, hogy pénzidőt, fáradtságot nem kímélve, így évvége felé is álltak rendelkezésünkre, és valóban ismételten egy magas színvonalú, nagy létszámú kiállítást lehetett itt Karcolon lebonyolítani. Büszkék vagyunk erre, minden évben benne van a műsorprogramunkban ez a kiállítás, és minden évben nagy érdeklődéssel tekintjük meg, illetve tekintjük meg az érdeklődő. Köszönöm tehát mindenkinek a munkáját. Én nagyon sok erőt kívánok minden tenyésztőnek, mert az mindenképpen kell ehhez a munkához, tessenek gazdagítani bennünket a jövőben is. Végezetül pedig engedjék meg, hogy a közelgő ünnepek alkalmával áldott karácsony kívánjak minden tisztelt jelenlévőnek és családtagjaiknak, és sikerekben gazdag boldog új esztendőt úgy szintén. És ha már itt vagyunk a karácsony környékén, a tisztelt jelenlévő Jánosoknak, Istvánoknak boldog névnapot kívánok természetesen. Legyen nyugodt, békés ünnepése minden tisztelt jelenlévőnek, és akik messzebbről érkeztek, azoknak pedig szerencsés hazaérkezést kívánok. Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, köszönöm, hogy eljöttek, további sikereket kívánok. Tóth István, tenyésztői 6-os csapatverseny, díszgalom kategóriában második helyezést ért el fel. Tóth István, 6-os csapatverseny, díszgalom kategóriában első helyezést ért el. Kapusi László, Tiszántúri Régió Mondély Galambkiállítás legeredményesebb kiállítójaként a Donkó Gábor által felállított Zádor Kupa elnevezésű díjat nyertek. Gratulálok! Egy kedves kötelességem kell most eleget tennem a díjátadó vége felé. Felajánlott díj Barát Lajos tenyésztőtárs részére 80. születésnapja alkalmából a díjat felajánlotta Tóth Sándor. Gratulálunk, és minden jót kívánunk a magam és az egyesület nevében. Felajánlott díj Vince Péter részére King és Texán galambjaiért. Gratulálok! Felajánlott díj Vince Mihály részére King galambjaiért egy kiváló minősítésért. Gratulálok!
If you don't go out, Gábornak kiemelkedő egyesületi munkája elismeréseként egyesületi díjba részesül. Köszönjük neki és gratulálunk! Jó. Akkor megköszönjük mindenkinek a türelmét és a részvételét a díjkiosztón. Mindenkinek a magam és az egyesület nevébe kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok és minden elképzelhető jó. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is várjuk leveleiket, telefonhívásaikat műsorainkkal kapcsolatban, illetve akkor is, hogyha bármi rendkívülit, szokatlant, érdekeset látnak a város utcáin, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.